Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy hogyan újítottuk fel a konyhánkat, mutatok előtte felvételeket és képeket, illetve megmutatom az eredményt, ami most már megvan egyébként, hogy ezt az intrót felveszem, úgyhogy ha ilyesmi téma érdekel benneteket, akkor gyertek és tartsatok velem! Mutatom akkor a kiindulást, tehát jelenleg ilyen állapotban van a konyhánk, és így néz ki. Ez ugyanaz a konyha, ami akkor is itt volt, amikor mi beköltöztünk, és akkor volt 10 éves ez a ház, és 15 éve van most már így ez a konyha itt, és mutatom akkor itt az elsődleges motivációt, amiből elindult, hogy szeretnénk felújítani. Itt a frontok nagyon megsérültek a kiáramló gőz miatt, ami a mosogatógépből kijött, az itt durván kikezdte. Ez már akkor is ilyen volt, amikor mi beköltöztünk. Egyébként, ami a korpuszt illeti, az nagyrészt tökéletes állapotban van, és az az igazság, hogy nekünk a konyha elrendezése az nagyon-nagyon tetszik. Tehát borzasztóan praktikus, hogy plafonig föl van építve, minden hely ki van használva, azért ez nem egy nagy konyha, de így, hogy plafonig van szekrényezve, nagyon-nagyon praktikus. És azt is nagyon-nagyon szeretem, hogy itt lent végig fiókok vannak, és akkor tányérokat is mi fiókban tároljuk, szóval magán az elrendezésén semmit nem fogunk változtatni, a korpuszhoz sem fogunk hozzányúlni, csak ott, ahol tönkrementek a lapok, itt a mosogatógépnél, két lapot biztosan ki kell cserélni, többet remélhetőleg nem. És hát ha már konyha felújítás, akkor már nyilván olyanra csináljuk, ami úgy igazán a mi ízlésünk. Ez sem volt az a kategória, amit rögtön az ember rohan leverni, mert egyébként nem mondom, hogy nem tetszik, de ugye ma már mi sem ilyet építenénk, és hát majd meglátjátok, egészen más lesz, de hogy mi minden kerül cserére, korpuszból csak itt egy-két lap, a frontok mind le lesznek cserélve, és hát nyilván szempont az, hogy olyan legyen, aminek nem olyan az élzárása, hogy újra, aztán pár hónap vagy egy-két év után újra fölhozza itt a gőz ezt, mert a mosogatógép amúgy marad. És kicseréljük a munkalapot is, a csempét leverjük, annak a helyére színazonos hátfal, vagy ilyen, igen, hát fal kerül, a mosogatót is kicseréljük, az elsődleges motiváció az az, hogy nálunk nagyon kemény a víz, és ezáltal nagyon durván látszik a vízkő, úgyhogy egy világosabb színű gránit mosogatót választottam. A beépíthető tűzhely és főzőlap az pedig azért lesz kicserélve, mert egy most már egy jóval energiatakarékosabb változatot választunk. Ezeket pedig amúgy tökéletes állapotban vannak, nyilván vannak rajta felületi sérülések, így az elmúlt 15 év miatt, kopások inkább úgy mondom, de egyébként hibátlanul működnek, úgyhogy ezeket és a mosogatót is, hát azt tervezem, hogy eladjuk. Sziasztok, mutatom a jelenlegi állapotokat, közben beteg vagyok. Így áll most a konyha. Nekem nagyon-nagyon tetszik, viszont még félkész. Tegnap bekötötték a mosogatót, és a tűzhelyet, illetve főzőlapot. A fólia még rajta van, és mivel még lesz munka, ezért még nem vesszük le addig se porosodjon. A fogantyúk hiányoznak még, azok hamarosan megjönnek, és innen ilyen kicsikek is polcok, azok vissza fognak kerülni, csak abból is újat vágattunk, mert igazából eléggé megsérült a széle az előzőnek. Szóval a konyha az nagyon jól áll, a mikro az természetesen ott lesz majd újra, csak ez most ilyen idéglenes megoldás, és hát a nappali takarófóliázása az még ugyanúgy van, és a szőnyegen meg mindenhol. Igazából fogunk majd rendelni lomtalanítást, és akkor eltüntetjük egyben a kint kertben lévő bútorlapokat is, és az ilyen nagy hungarocell darabokat, meg dobozokat.
remélhetőleg ez az utolsó és egyben mindent összegző bejelentkezésem ebből a vlogból, ugyanis elkészült a konyha, most éppen ma délelőtt megérkezett az utolsó kis kiegészítő, amit vártam, úgyhogy egy picit most együtt fogjuk átrendezni, mondjuk nagy átrendezésre nem kell számítani, de megmutatom, hogy végül is mi született a terveinkből, mi az, ami megvalósult, mi az, ami nem. Szóval, hála Istennek az asztalos munkájával nagyon elégedettek vagyunk, szerintünk nagyon szép lett, ez ugye itt a mosogatógép, és mutattam ugye a kritikus pontokat, hogy itt ez teljesen el volt rohadva az előző konyhánál, úgyhogy most direkt olyan bútorlapot választottunk, ami ilyen fújt, tehát nem kellett élzárni, ennek megfelelően ez remélhetőleg örökké kitart, tehát mint látjátok, nincsenek, picit vizes, mert most pakoltam ki a mosogatógépet, nincsenek olyan felületek, vagy nincsen olyan gyakorlatilag nyitott része, fókuszálj, ahol a pára tönkre tehetné, csak nem tudom, miért nem fókuszál, őszintén nem tudom. Így látjátok tehát. Hát igen, kicseréltettük a indukciósra a főzőlapot, nagyon szeretem összességében, a sütőt is, és hát ami még nagy változás, hogy lecseréltük a fémmosogatónkat, egy blankó, ez a jázmin színű, tört fehér igazából, tehát ez nem hófehér, inkább ilyen krém színűnek mondanám, és hát az elsődleges motiváció ugye az a brutál vízkő, ami most nem fogom direkt bemutatni, de itt a csöpögtetőnkön látszik is, pedig rendszeresen el szoktam ecettel mosni. És az az érdekes, hogy hát most nagyjából egy 3-4 hete használjuk ezt a konyhát, és azért már most látszik minimális vízkövesedés, szóval tényleg nagyon indokolt volt ez az egész, és hát nagyon megszerettük ezt a mosogatót igazából. Egyáltalán nem annyira kényes, mint én gondoltam, vagy olvastam ilyen anyukás csoportokban. Nekünk nagyon-nagyon bevált egyenlőre. Na ez az egyik, úgymond ilyen gyenge pont, amit most együtt fogunk megoldani, hogy ez régóta itt van ez a kosár, nagyon is tetszik nekem, ebben eredetileg a kenyeret tartjuk, illetve az ilyen megnyitott kekszeket, kölesgolyót, chipset, ilyesmit, és nagyon utálom, hogy itt kilóg 8000 ilyen műanyag zacskó, úgyhogy erre vettem most a színszélyben egy hát ilyen kenyértartót, amit lehet, hogy nem ezzel a felirattal fogok kitenni, de hát az is egy kálvária. Na jó, kis túlzás, tehát ilyen first world problém most nyilván, de hogy sikerült ide kenyértartót találnom, mert a Bonami oldalán néztem gyönyörűeket, nagyon szépek voltak, de hát ilyen 19 000, meg kedvezménnyel 17 000 forint volt, úgyhogy inkább néztem olcsóbb verziót, és ugye az a vicc, most itt, ha ránéztek, akkor látjátok, hogy a színszély oldalán ez valaha 2895 forintba került. Na most én, amikor megrendeltem ezt a múlt héten, akkor ez 4800 valamennyi forintba került. Szóval ez olyasmi, amit egyébként olvastam más anyukáktól, hogy a színszélynek is borzasztóan fölment az ára, de kb. Meg duplázódott a termékek ára. Azért ez most egy kicsit mellbevágott, ahogy így megláttam ezt, hogy ez gondolom, hogy hónapokkal ezelőtt még valóban ennyibe kerülhetett akár online is. Na de mindegy, ez még így is a kedvező bárkategóriájú kenyértartók közé tartozott, úgyhogy azért is döntöttem emellett. Igaz, hogy nem passzol teljesen, nem színazonos a munkalappal, de ezeket a kis tartókat a Pepco-ban vettem, és igaz, hogy műanyag, de nagyon, szóval szerintem tökre passzol ide, hogy a teteje ilyen fa hatású, és akkor arra gondoltam, hogy ez a kenyértartó esetében is valószínűleg jól fog mutatni, hát más árnyalatú a fa része, de nekem ezzel együtt azért tetszik, úgyhogy ezt fogjuk lecserélni, hogy egy ilyen zárt valami legyen. Thank you.
Na most csak itt épp próbálom kitalálni, hogy hogy legyen, mert hála Istennek kisebb valamivel, mint az a másik doboz. Ez cél is volt, mert azt nem is mondtam nektek, hogy nálunk tulajdonképpen a kenyértárolás az annyi, hogy mi összességében a fagyasztóban tartjuk az összes zsömlét, kiflit, kenyérfélét, és mindig annyit olvasztunk fel, amennyit elfogyasztunk. Ez a férjemnek egy ilyen, nem tudom, mániája, vagy hogy így szereti, mert ő így érzi frissnek, úgyhogy igazából nálunk csak annyi kenyér kerül a kenyértartóba, amennyivel egy picit véletlen többet olvasztunk fel. Úgyhogy belefért minden, amit akartam a kenyértartóba, és most éppen azzal sakkozom, hogy kerüljön-e mellé valami, mert az az igazság, hogy a másik gyenge pontja a konyhánknak, az, hát most nem, most nincs itt, mert fölvittem már, de itt a szélén, a konyhapult szélén, itt egy ilyen nagy barna fa tálca volt, amin a töltők voltak, ugye itt bedugva a töltő, itt töltöttük a telefont, diffúzor itt volt, meg kis hangszóró, vagy olyan blokkok, amiket még nem akartunk kidobni, és akkor így félretettük, tollak, alkoholos filc, tehát amik ilyen napi szinten kellenek, és akkor nyilván időnként, ahogy elhatalmasodott rajta a káosz, akkor próbáltam rendet rakni, de abban biztos voltam, hogy nem akarom, hogy egy ilyen teljes nagy tálcányi tároló legyen itt megint, és akkor ehhez pedig az H&M Home-ban találtam egy megfelelő dobozt. Ez az a doboz, ezt mangófa doboz néven találjátok emlékeim szerint az H&M Home honlapján. Na és akkor most egy kicsit ezzel sakkozok, hogy mi lenne, hogyha ezt az egész kis töltőállomást idézőjelben, tehát hogy a telefontöltőinket, amiket ha felteszünk tölteni, akkor ide ráteszünk, hogyha ide átköltöztetném a mosogató mellé, az olyan szempontból tetszene, hogy jobban néz neki, hogy itt szabadon lenne, és nem lenne olyan kupi hatás, de lehet, hogy ez mégsem így lesz, úgyhogy ezt most egyelőre visszarakom az eredeti helyére. És akkor mutatom azt az egy-két dolgot, ami végül nem úgy lett, ahogyan terveztük. Nos, tehát a korábbi konyhánknál, úgy, ahogy itt láttok egy ilyen pici polcot, itt is végigfutott egy polc, és itt is végigfutott egy polc itt. Le is gyártattuk, az hála Istennek nem volt egy nagy összeg, azt nem ebből a bútorlapból, hanem sima, azt hiszem AGT lapból csináltattuk, és föl is rakta az asztalos, de valahogy ilyen túl zsúfolt lett tőle az egész, pláne, hogyha fölkapcsoltuk a villanyt, akkor meg pláne nagyon hülyén mutatott, hogy úgy megtörte azt a szép fényt, amit egyébként annyira, nekünk annyira tetszik, hogy így a... Ugye hát azt mondtam már, azt hiszem, hogy nekem így az volt nagy álmom, hogy színazonos legyen a munkalap és a hátlap, és hogy ez szerintem annyira szép így. Egyedül egy kicsit a konnektorok rontják el ezt a látványt, de azért nem érzem nagyon vészesnek. Na és hogyha feltettük a polcukat, akkor valahogy megtörte az egészet, és túl zsúfoltá tette, úgyhogy végül is azokat leszedtük, mert elsősorban dekorációt tartottunk rajta korábban, tehát egy-két funkcionális dolgot is, de annyira nem volt nélkülözhetetlen az a két polc. Ezt itt megtartottuk, mert itt már úgy sincsen lett fény, és valahogy itt nem bánjuk, hogy egy kicsit itt ezt a konnektoros részt egy picit eltakarja. Összességében mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy meg tudtuk lépni ezt a konyha projektet. Tényleg nagyon, nagyon elégedettek vagyunk az asztalos munkájával. Bátran tudjuk őt ajánlani, nagyon korrekt volt, mindig itt volt, amikor így megbeszéltük, hogy jönni fog, mondjuk most pont kérte, hogy márciusig ne ajánljuk őt, mert tele van munkával, de egyébként meg neki is nagy öröm volt, hogy tetszett nekünk a konyha.